Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem példaképen Burai Ferenc, szekszárdi cigány prímás. Üdvözöllek, Feri bátyám! Üdvözöllek, drága Lajoska! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Hát azt gondolom, hogy te egy olyan vendégem, egy olyan példaképen vagy, akit azért Szekszárdon, illetve Tolna megyében nagyon sokan ismernek. Azt gondolom, ettől függetlenül, hogy olyan momentumot azért el fogsz tudni mondani, egy jó néhányat legalábbis, amit azért gondolom sokan nem tudnak. Szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy a családodat, a szülőfaludat, szüleidet, nagyszüleidet, azt a kört, aki téged adott nekünk, ennek a világnak, hogy ezt egy kicsit bemutatnád. Természetesen. Én is köszöntelek nagy tisztelettel is a kedves nézőket is. Köszönöm a meghívásodat. Hát valamikor, amikor gyerekkoromban ugye kezdtem ezt a pályát, ez Medinán történt, ugye hát Szekszárdon születtem, igen, Szekszárdon születtem, de ugye hát Medinán laktam egy 13-13 és fél éves koromig. Uh-huh. Akkor ugye utána már bekerültünk Szekszárdra, de hát még azért maradjunk ugye a gyerekkornál. De ilyen 6-6 és fél éves koromban kaptam az első kis hegedűmet, apámtól egy feles hegedű volt akkoriában, amit vásárolt nekem. Természetesen, hát a zenét azt ő vele kezdtem. Hát mással ugye nem is lehetett volna. Ő is híres prímás volt, ő valamikor ugye Heves megyébe született, Tiszanánán édesapám is. Hogy hívták őt? Burai Boldizsár. Cigány prímás. Isten nyugosztalja, igen. Sajnos ő 2000-ben ment el. De hát ő vele kezdtem a hivatást, szakmát, hogy ezt hát így. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy ha valaki egy muzsikus családba születik bele, igen, hogy hát nyilván egy a vérével is hozza, kettő azért az annyira automatikus, hogy rögtön a kezébe adják a hangszert. Igen. És az is teljesen egyértelmű, hogy aztán szinte mindenkiből a családba zenész lesz? Mondhatnánk így is. Tehát teljesen egyértelmű. Ugye hát apámnak ugye lett fönn 4 gyereke Budapesten. Tehát ő ugye elkerült Budapestről, ő fönn a belügynél dolgozott, a belügyminisztérium zenekarába, akkoriában ugye idős Arok a Sanyi bácsinak a zenekarába volt esprémás édesapám. Szóval majdnem lekerült ugye ide, hát és akkor itt már illettem meg még egy öcsém. Hát olyan 6-6 és fél éves koromban adta a kezembe a hegedűt. De természetesen először ugye bejöttünk a zeneiskolába, a Liszt Ferenc zeneiskolába, mert én nekem azért nagyon tetszett mindig ugye már kisgyerek koromban a klarinét. Uh-huh. Tehát én valamikor ugye, hát olyan gyerek fejjel, nekem azt tetszett a legjobban. De hát apám unszolására, ugye hát azért egy prímás kell a családba, ugye hát azért, aki viszi majd a stafétabotot. Természetesen hát avval is kezdtem, úgyhogy hát apám kezdett el tanítani. Ugye akkorában még Medinán azért még több zenekarok voltak, ugye Csücsö Józsi bátyám, édesapja, nagybátyja, stb. Ott a rokonságban, azokkal is ugye ott gyakorláztunk. Mm-hmm. Egész nap, nyáron kijöttünk családi ház, és ott nyomtuk ugye hát a nótákat. Nagyon sok autentikus cigányzenekar volt évtizedekkel ezelőtt. Így van. Ezeknek egy jó része, én azt vélemezem, hogy laikusként elkezdte és megtanulta önképző módon. Neked, vagy a te generációdnak kellett ezt esetleg zeneiskolában tanulni? Tehát a szüleid köteleztek esetleg arra, persze, hogy... Persze, természetesen. Hát édesapám is kottista volt, hát ő is ugye ismertek ott, tehát elég magas színvonalon. Uh-huh. És hát engemet is a zeneiskolába beírottak, ugye akkorjában még Isten nyugosztalja, nagyon imádott Vékely Miklós bácsi volt az igazgató a szekszárdi zeneiskolának. Ugye mindjárt ő hozzá mentünk be. Ő egy kicsiket mindig, ő mindenkit, hogy szeretett volna fogosnak nevelni.
mindig kérdezték, hogy mekkora az ujjad, ugye nézte az ujjakat. Hát elég rövid ujjak vannak, de édesapám mindig mondta neki. Te, Mikloskám, tudod, nekem is rövid ujjaim vannak, és mégis prémás lettem. És talán nem is akármilyen, úgyhogy. Hát én is így jártam. Tehát bejártam a zeneiskolába, Medinára jártam iskolába természetesen. Isten nyugosztalja a szegény kőszegi Marci bácsi, volt az igazgatónk, Ritmar Laci bácsi felesége, Mester Béla Medinán kedves felesége. Ezek voltak ottan a tanáraim. 5. osztályig jártam én ottan iskolába. Szóval majdan ugye a Szedresi általános iskolába mentünk már át már felső osztályba. Tehát 6., 7., 8. Már Szedresbe jártam iskolába. Ott is az igazgató a kőszegi Marci bácsi volt. Hát ő vele már gyerekkoromban ugye, ő nagyon jó zongorista és harmonikás volt, Marci bácsi. Nagyon szerettem, úgyhogy egy imádott ember volt, nem csak jó tanár. Ő vele többször fölléptem, iskolai, ki mit tud, itt-ott. Nagyon nagy sikerrel, nagyon szerettem vele játszani. És természetesen, hát ahogy mondtam, hogy Szedresbe átkerültem iskolába, de közben jártam is zeneiskolába. Ugye fél egy óra, akkor fél kettőkor végeztünk az iskolával is, akkor fél kettőkor édesapám Medináról. Volt, amikor nem hordtam magammal, mert még nem akartam hozni magammal a reggedőmet, ugye reggel az iskolába, hanem mi föltette a fél kettes buszra Medinán, és Szedresbe fölszálltam, és akkor így mentem tovább Szegszárdra. A hangszer már ott volt. Persze, a hangszer már buszra volt, hát medinai buszosok is voltak akkoriában. Akik onnét indultak, hát már tudták. Főszálltam a buszra, Feriké, mit van már a hangszerén? Elkísért tulajdonképpen a zene. Igen. Hobbid volt, szerelem. Igen. Meg hát egy nagy örökség. Hát így 8 évig végig jártam a Szegszárdi zeneiskolába. És akkor hogyan alakult tovább? És közben ugye, amíg nem ment a buszom, hát mert azért ez, ugye kétszer jártam be, eleinte a háromszor, ugye két hegedű órára jártam be, majd egy ezen elméletre, szolfésra. És ugye volt, amikor már vége lett az órámnak, de még nem ment a buszom, vagy elkéstem a félötöst, és akkor ugye meg kellett várnom a 7-20-as buszt, de közben már a régi Garai terembe ugye már muzsikáltak a régi zenészek. A régi Garai terem, ami a Sétál utca, meg csak odaálltam az ablak elé, ott ugye nagy üveges ablak volt, és ott mindig hallgattam a zenészeket. Volt egy nagyon kiváló főpincér, Bozsányi Sanyi bácsi, ismerték, hát egyszer be is hívott. Ezt még egy újságcikkbe is 79-ben leírta egy kedves barátom, a Szegszárdi Vasárnapban, igen, ez még... Egy ilyen régebbi volt, természetesen, ugye olyan cím, mert esetleg ott 91-es Szegszárdi Vasárnap. Igen, van rólad egy kép is. Igen. És ő behívott a Sanyi bácsi csak olyan röviden. Na gyere be, azt mondja, hát ismert, mert hát apám is ugye régi jó barátja volt neki. Ugye abban az időben szinte minden helyen volt élő zenekar. Garai komplexumban ugye 6-7 tagú cigányzenekar, az étteremben egy jazzzenekar, lenne a borozóban szintén egy 3 tagú zenekar, és ugye a Garai táncosok beszélve ugye hát volt élő zene ott is, táncos hely reggel 5 óráig. Tehát volt választék a fiataloknak, idősebbeknek, középkorúaknak, hogyha esetleg el akartak menni szórakozni 11 óra után. Na azt a Sanyi bácsi behívott. Gyere be már, hát mutasd meg, drága Ferikém, azt mondja, hogy hát mit tudsz azon, aki segedjön, ott mindjárt a prímás Franci bácsi. Gyere szépítsem, azt mondja, vedd elő. Hát olyan sikerem lett, hogy, és hát örültem is neki, hogy felállítottak egy ilyen szép nagy helyen, akkor lehettem egy ilyen 13 éves körüli. Hát kérlek szépen, akkora sikerem volt, hogy úgy tudtam abba hagyni, ugye, mert akkorában még a 10-20 forintos volt. Addig tették a vonóba 10-eseket, 20-asokat, amikor már nem tudtam húzni a vonót. És akkor kiraktuk ugye a cimbalomra, természetesen ugye hát aki volt prémás akkoriában,
csak belegyugodt a zsebben, mondom, nem külön franci bátyám, de egy 10-20-as azért azt mondja, hát kis fagyira erre-arra, akkor még 1-2 forint volt a fagyi. Azt akkor rohantam is persze, ugye, mert hát el kellett érnem a 720-as buszt. Épp apám még kicsit szigorú ember volt, hogy a 720-asra mentem haza, 8-ra értem haza Medinára, ugye 22-23-24 kilométer körülbelül innét Szekszárdról. Már várt a busznál, merre voltál, hát mondtam, hogy hol, ilyen siker, stb. És hát elkéstem a buszt, ugye. Hát voltak ilyen szép élményeim. Szóval azon kívül ugye, hát ahogy mondtam is neked, hogy 7-8 évet itt jártam a szekszárdi zeneiskolába. Majdan ugye, hogy a 8-os lettem, és akkor ugye pályaválasztás. Uh-huh. Nekem mindig tetszett ugye a fodrászat. Az egy másik dolog volt az életemben, ami tetszett. És ugye Medinán is ugye Csizmadi, a Jani bátyám, igazi régi nagy fodrász. Ugye mindig ahhoz is bejárgáltam, amikor tehetem, és ottan néztem. És akkor itten ugye hát a választás meglett Szekszárdon, és akkor férfi fodrászként bejelentkeztem az 505-ös ipari iskolába. Akkor még voltam műhely, a Mikes utcába. Ott tanultam a fodrászatot, közben zeneiskola, akkor már itt voltam Szekszárdon. Szóval amikor avval végeztem, hogy akkor lassan kezdtem a pályát is, de mostan, ugye 18 éves voltam, akkor már dolgozhattam, ugye. Elég korán is nősültem, ugye, mert 18 éves koromban meg is nősültem. Uh-huh. Úgyhogy Decsi kis vendéglőbe kezdtem a pályafutásomat. Van egy-két kép esetleg fellépésre? Igen, én akkorjában ugye már kísértem a Decsi, nem a Decsi, az Öcsényi Csillag Rózsa, ha jól tudom, népi együttest. Uh-huh. Kísértük édesapámmal, Bőgössel. Tehát falunapokon, fesztiválokon, igen. vendéglátó egységükben. Igen, igen. Ez még a népi együttes volt, ez éppen Öcsény bekészült. Uh-huh. Ottan kísértük őket. Hát édesapám morról esetleg csak annyit, hogy annyit, hát többet is szeretnék róla beszélni. Ez volt az ő zenekara, uh-huh. az egyik zenekara természetesen, ugye hát a sok év között. 79 éves korában halt meg édesapám. Nagyon sokan ismerték, szerették, egy váltigúri ember volt. Uh-huh. Régi barátjai még, akik még élnek, úgyhogy ma is emlegetik, úgyhogy édesapám. Hát ő karmesteri. Tehát akkor rengeteget muzsikáltál vendéglátóegységekben, programokon. Hát itt Szekszárdon talán, ahol nem úsztam meg a hegedűt, talán nincs is olyan egység. Olyan tehát nincs is olyan egység, ahol nem játszottam. Uh-huh. Ugye hát is lehetne beszélni, ugye Garai étterem, Kis Pipa, Sárközi Borozó, Siócsárda, Halászcsárda, ezek az éttermek. És hát ugye a Gemenc, ami egy nyilvánvalóan egy ötös hely volt, ugye hát azért az volt Szekszárdnak egy minőségi helye, hát egy első osztályú Pannóniához tartozó hely. Oda unoka nagybátyám vitt be, Csicsó Józsi bácsi, akit imádtunk, szerettünk, egy pár éves sajnos ő is eltávozott közülünk. Ott is jó pár évig játszottunk a Gemenc Hotelba. Keszthelyné Marika volt kedves főnökasszonyunk, Csorba Laci bátyám, őket is nagyon szerettük, úgyhogy nagy jó főnökök voltak. És olyan szép volt, látott kelek szépen, és ezt se tudom, hogy ezt még nem lehetett megtartani, bár ez már nem az én dolgom, csak úgy elmondva, hogyha már vagyunk egy ilyen felvételen, ugye, hogy egy ilyen szép hely azért jó lett volna a Szekszárdnak, ugye csak a szállások véget, a külföldi delegációk. Sajnos nincs egyetlen egy hely Szekszárdon, ahol játszhatnánk minden nap, tehát szerződésbe. De nem csak mi, mint cigánzenészek, hanem tánzenészek se. Hál' Istennek azért Tehát a vendéglátásból azt mondod, hogy teljesen kikopott az élő zene. Az igény tűnt el szerinted? Sokan azt mondják, hogy nincs rá akkora igény, pedig van.
Mert akkor nem mondhatnám azt, hogy amikor lejövök a városba, bármelyik nap vásárolni, vagy a feleségemmel, báróba, jönnek a barátaim, szervusz, drága Ferikém, vagytok valahol, játszotok? Tehát akkor nem kérdeznék. Nem azt mondom, hogy minden nap szükség volna erre, vagy meg tudnák fizetni a vendéglátósok, de hétvégente azért szerintem azért ezt meg tudnák fizetni. Hogy azért lenne való egy kis élőzene, mert annyira elszokadták az embereket ettől, hogy én megértem, hogy lement már egy korosztály, aki szinte ugye nem is hallotta ezeket a hangszereket, és egy kicsit talán a hangzás világától talán egy kicsit tart. De amikor belejönnek a fiatalok is, engem sokszor el szoktak hívni, vagy egy harmonikás bőgőssel, ugye, mert megvan nekem a komplet cigánzenekarom is, ami cimbalom, bőgő, brácsa, hegedűből áll, klarinétból, és megvan egy somni zenekarom is, és van egy kiváló tánzenekarom is, tehát a lagzikra, bálokra. Tehát hál' Istennek, de neked is van. Egy-két barátszokhoz azért járunk, hál' Istennek, hogy esetleg megemlíthetem, ilyenek, mint a Mészáros, de leginkább Bodri pincészethez járunk. Köszönettel tartozunk, hogy mindig a hát megkívásos alapon, oda is, tehát nem állandóra, megkívásos alapon, amikor kérnek minket, vagy szükség van erre zenére, akkor telefonon szólnak, és akkor megyünk. A város, illetve a megye jelentősebb programjain általában részt tudtok venni? Van-e igény arra, hogy jelen legyetek a nagyobb fesztiválokon, nem szeretnék születi napokon, programokon? Rosszakat sem mondani, de hát évek óta ugye azért csináljuk a születi fesztiválra, ugye kijárunk. Sajnos fölajánlásból járunk évek óta, pörkölfőzőkre is. Fölajánlásból mentünk ki. Ez mit jelent a fölajánlás? Fölajánlásból, hogy ingyen játszottunk. A vendégek számára, amit őtőlük kaptunk, odahívtak, gyere prémáskám, játszol egy notámat, itt van ennyi vagy annyi. Tehát nem kéregettünk, tehát kéregetés az esetleg egybe van ugye a koldulással. De mi nem így, hanem minket ugye hívtak is. A Cexárdon az itt vagyok 38 éve prímás, tehát mondhatnám, hogy a 80% a Cexárdnak ismer. És volna vagy ebbes, ahogy te úgy elkezdtük. Ez a vendégeknek játszott igény szerint, de szervezetten nem tudtak. Tehát nincs olyan lehetőség, hogy szervezetten. Nincs olyan lehetőség, hogy azt mondanák, hogy itt játszotok, vagy itt játszotok. Vagy mint Budapesten kezdték ugye a közhasznú foglalkoztatást valamikor, hogy van egy zenekar, itt pláne meg csak az ilyen egy zenekaron van, akik még végzett zenészek. Tehát ami meg lenne ma is, hogyha valaki szólna, vagy a hivataltól. Ja, volt egy jogalkotói szándék, hogy esetlegesen a közfoglalkoztatás bizonyos kereteit kiterjeszteni. Igen. A zenei iparra, és visszaszivárogtatni a vendéglátásba. Igen. És ebből itt esetleg a mi régiónkban tudsz róla lett valami? Igen, hát ő nem szóltak. Én ezt többször mondtam polgármesteri hivatalba, ennek adnak. Nem akarnák sokat most ebben foglalkozni, de tudják, hogy van ilyen. Létezhetne ilyen, meg lehetne csinálni. Egy 60-70 ezer forintot, csak most mondtam egy X összeget. És ezen akkor, amikor jön egy külföldi delegáció, vagy bármilyen, akkor játszhatnánk. Azért az összegéri. És nem kellene 800-1 millió forintokat kiadni, hogy hozunk vidékről zenekart. Mert itt van a Burai Feri és zenekara, és nem 30 számos repertoárral, hanem több száz repertoár. És azt azért el szeretném mondani, hogy azért mi sok mifajt játszunk. Ezt nevezik ugye vendéglátó zenének. Tehát játszunk nagy valcereket, Johann Strauss-tól, ugye hát azért megemlíteném Kodály Bartók Béla. És a zene az lényegében, ez a zene mindig a komoly zenével kezdődik. Mindegyik zenész. Tehát azért a zeneiskola nagyon nagyot tett, ugye. És hát a komoly zene azért az alapja minden műfajnak. És hogy azt akartam mondani, ugye, hogy igen, hát, hogy beszélgettünk róla, hogy sok műfajt játszunk mi. Tehát a magyar nótától, a csárdástól,
az operettekig, a filmmuzikelig. Cigányzene. Tehát a cigányzene. Tehát sok rétűek vagyunk. Kell sláger, a slágerokat eljátszok, a modern. És hát azért egy jellegzetes borvidéknek azért mondjuk illő lenne. Igen. Kéz a kézben járni az élő zenével, a cigány zenével. Köszönöm, hogy erre rátapintottál. Ezt én nem is tudom, hogy ennyi kiváló borász van itt Szekszárdon. Nem megbántva is, nem sértve természetesen. Ugye egy-kettőhöz járunk. Én nem is tudom, hogy mivel fogadják. Ilyen kiváló borászok vannak itt, kiváló bortermelők, kiváló boraik. Ugye mi is kóstoltuk, ugye, hát mindegyiknél, úgyhogy a finom magyaros ételek és a finom borokhoz csak az élő cigányzene illene. Én nem is tudom, hogy mivel fogadják őket. Diszkóval? Igen, delegációkörnek, vagy külföldiek. Én nem is tudom, hogy milyen zenével fogadják őket. Kíváncsi lennék, de hát ha nem tudom, hogy ez mennyire a reklámnak a helye, ezt nem kérdeztem. Hívhatnak benneteket is. De hát volt olyan borász ismerősöm, hogy ezelőtt egy-két hete, jaj, Ferikém, én azt hittem, hogy te már 5 éve meghaltál. Hát tudatom velük, hogy még élek, hála jó Istennek, úgyhogy egy darabig még szeretnék is élni a családom körébe. És ha meg szeretnének találni, akkor még vagyok, úgyhogy Szekszárdon megtalálható vagyok. És kiváló zenekarommal, ha kell Samli zenekarral, ha kell Tán zenekarral, de a hagyományos népi zenekarommal is, úgyhogy megtalálható vagyok. Feri bátyám, lassan a műsor végéhez közeledünk. Igen. És megígérted, hogy a műsor végén, mint ahogy a műsor elején játszottál. Igen. Nekünk, a műsor végén is fogsz játszani, zenélni nekünk. Természetesen. Egy rövid kérdésem lenne még, illetve utána megkérlek, hogy egy üzenetet hagyj itt a nézőknek nekünk. Az egyik kérdésem az, hogy van-e utánpótlás, kinevelés részedről, illetve hát akkor utána, hogyha válaszoltál, akkor megkérlek, hogy egy üzenetet hagyj itt nekünk a nézőknek. Igen. És a végén pedig akkor játsz nekünk még egy zenét. Természetesen. Megköszönöm. Van utánpótlás, mint ahogy mondtam, hogy a két fiam is folytatta a pályát. Az egyik fiam a zongorista, néfi a Burai Ferike, uh-huh. Ő a zongoristám. És hát természetesen ugye hát a kisebbik fiam, aki 26 éves, ő pék cukrász, és természetesen ő a Szekszárdi Zeneiskolának 10 évig volt tanulója. Tehát ott is végzett kitűnően, tehát úgy, hogy ismerték és szerették is a Boldikát, nagyon jó srácnak mondható is, tisztelettudó. És hát ő neki jobban mindig a jazz zene felé hajlott. Hát ő két évi ciklusban, uh-huh. Ugye följárt a Felső Őrsi Schnittberger iskolába is. Tehát ő oda is járt. Tehát jazz tagszarra. Megvan az utánpótlás. Igen. Tehát akkor ebből a szempontból megnyugodhatunk. Csak nem dolgozik ugye hát a szakmában, ugye mint prémás, hanem mint pékcukrász dolgozik. Fiam az azért ma is jár velem, úgyhogy valamikor zongor, hegedű. Tehát megvan. Lányai ápolónő. Felszolgáló kisebbik lányom, Burai Ildikó és Burai Marjan, ő meg az idősek otthonának az egyik ápolónője. Büszke vagyok rá. Gratulálok a családodhoz. Kérlek akkor, köszönöm. Hogy mondd el az üzenetedet, és utána pedig akkor játsz nekünk. Természetesen. De az üzenetem az, hogy mindenkinek jó erőt, egészséget kívánok a további években is, és ha meg szeretnének találni, akkor még mindig, ahogy mondtam, hogy itt vagyok. Kiváló zenekarommal, bárkinek eljátszom a nótáját, és bármilyen műfaj jeligében ott vagyunk külföldi delegációk számára. De hát mi azért szeretnénk itt Szekszárdon a magyar vendégek számára legfőképpen játszani. Megköszönöm Lajoskám a megkívásodat. Így legyen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.